az előadás is így kezdeném, egy kedves testvérek. És hát nehéz is megszólalni egy ilyen bizonyságtétel után, mert végül is ez a lényeg. Ez a lényeg, hogy ott voltunk, és most itt vagyunk. És hogy ez egy valóban olyan csoda, ami nélkül az emberi élet az szegényebb, és mindig ez volt a szüleimnek is az üzenete, hogy mindegy, hogy honnan jövünk, mindenki a nyomorúságból jön. Hiszen a siker az legalább olyan buktató tud lenni, mint a sikertelenség. És bizony találkoztunk olyan emberekkel is, meg találkozunk, akik abba gondolnak bele, hogy nagyon sikeresek, hogy mindent jobban tudnak, hogy ők a legjobb fejek, hogy ők a legerősebbek, ők a legrámenősebbek, és ők vannak az életnek a felszínén vagy a tetején, és aztán ebben ugyanúgy belebukni, mint hogyha nagyon alul vagyunk. Úgyhogy nem az számít, hogy fönn vagy lent, hanem hogy a Krisztus kezében vagyunk, vagy nem. És a mondata is, emlékszem, hogy az én saját kis bizonyságtételemet elmondhatom. Én nekem a kék kereszt azért terápia, mert azért én egy nagyon lázadó kamasz voltam, és amikor az ember még 30 évesen is lázadó kamasz, a szülei alatt már egy kicsit, azt hiszem úgy mondják, hogy retardálás. Úgyhogy nem volt egyszerű, akik ismerték édesapámat, egy erős ember volt, és hát nem volt egyszerű az apa-fiú viszony. És emlékszem, hogy úgy egy kicsit le is kezeltem ezt a dolgot, hogy hát ő itt foglalkozik az alkoholistákkal, ezt csinál, azt csinál, nekem más utam van, én másfelé járom az életemet, miközben titokban mindig abban reménykedett, hogy én leszek majd egyszer az utódja, és emlékszem rá, amikor egy húsvétkor mondta, hogy most akkor nem lesz családi találkozó, mert ő az alkoholisták közé menjen. És akkor nagyon megsértődtem, hogy én nem élek annyit, mint egy alkoholista. És akkor azt mondta, hogy jegyezd meg, fiam, az alkoholisták a legértékesebb emberek. Mert azok azért isznak, mert tudják, hogy milyen értékes az élet, és nem tudják olyan értékesen élni, mint ahogy szeretnék, és ebből a keserűségből következik az. És akkor elkezdett nekem beszélni arról, hogy milyen munkát is végez, és aztán akkor tettem azt a fogadalmat, hogy most akkor mostantól minden szilvesztert én is alkoholmentesen a dövösi közösségbe töltök, mert ez valóban egy nagyon, nagyon jó hely. De most, ha egy kicsit ettől a konkrét közösségtől elvonatkoztatunk, és azt nézzük, hogy akkor hol is van a helye, és nekem politikusként erről is gondolkodni kell, egy kormánynak a tagjaként, hol is van a helye annak a munkának, annak a közösségnek, amit a kék kereszt jelent, akkor ezt úgy fogalmaznám meg, ilyeneket szoktak a sajtóban aztán idézni, hogy egy állam, egy jó állam az abból él, arra épít, amit önmaga nem tud megteremteni, hanem amit az emberi közösségek teremtenek tulajdonképpen. Mindenki Győző ezzel indította, és én ezt folytatnám. Tehát az az állam, amelyik úgy gondolja, hogy ő teremti meg, ő rendeli el, ő hozza létre, ő csinálja, és aztán az a szemlélet, hogy ezek a szerencsétlen emberek nem képesek, amit mi a kormányon kitaláltuk, olyan jó dolgokat találunk ki. Csak az emberek ne lennének, mert valahogy nem hajtják végre. Az ilyen kormány az bukásra van ítélve. És nem csak a választásokon, hanem belülről is maga az ügy, amit képvisel. Mert hiába képviselünk bármilyen jó ügyet, azt fundamentumra kell építeni. És a fundamentuma minden társadalomnak, minden nemzetnek az emberi közösségek. Az erős emberi közösségek. Ami azt jelenti, hogy mi hiába akarunk jó iskolát csinálni, hiába akarunk jó gazdaságpolitikát, hiába építjük az autópályákat, meg az autóutakat, az infrastruktúrát, hiába van minden iskolás gyerek kezébe számítógép, vagy iPad, vagy ki tudja micsoda, ha nincs közösség, ha nincs összetartás, ha az emberek, a polgárok nem tudják, hogy honnan jönnek, és hová mennek, és hová tartoznak, akkor ez mind bukásra van ítélve. Azt is mondhatnám, hogy ha nincsenek jó emberek. Ha nincsenek jó emberek, akkor nincs jó iskola, akkor nincs jó gazdaság, akkor nincs jó kórház, akkor nincs jó infrastruktúra, mert egy társadalomnak az alapja, az erős társadalomnak, egy erős országnak, egy erős nemzetnek az alapjai, azok az erős közösségek.
azok az erős közösségek, akiknek az a lényegük, hogy tudják, hogy honnan jönnek, tudják, hogy hova mennek, és hogy Tamási Árót idézzük, és tudják, hogy mi a dolguk a világon. Hogy miért vannak ezen a világon. És azt látjuk és tudjuk, hogy mindezt a közösségben sokkal jobban lehet megtudni, képviselni, és ebben egymást erősíteni. Mire alapozzuk az életünket? Azok a közösségek, amelyek tudják, hogy mire alapozzák az életünket, azok a legerősebbek. És így jutunk el egy ilyen társadalomképpel, hogy kellenek ezek az erős közösségek, a közösségépítés, az alap, és hogy most szándékosan ne vallásos vagy hitbeli példákat hozzak, hadd mondjam például, hogy tudják, hogy a dán társadalomnak, amelyik az egyik legjobban élő társadalom már Európában, miatta meg azt az óriási lökést, és amivel ők a világ élvonából kerültek gazdaságilag is, a népfőiskolai mozgalmak, amit ma mi úgy hívunk, hogy felnőtt képzés, vagy egész élethosszig tartó tanulás. Az, hogy azokon a szürke és sötét hosszú teleken, amik már Dániában vannak, összegyűjtötték az egyszerű gazdálkodó paraszt fiatalokat és munkás fiatalokat, és elkezdték őket képezni, tanítani. Hasznos, meg látszólag kevésbé hasznos dolgokra, és ebben a nagy népfőiskolai mozgalomban először néhány százan, aztán néhány ezren, aztán néhány tízezer, aztán néhány százezren kapcsolódtak bele, és elterjedtek az egész országban, egyébként az egyháznak segítették ennek az elterjedését, az evangélikus egyház is segítette, és mindenki megtalálta azt a közösségét, ahol együtt tanulva készültek az életre, olyan dolgokra, amiket esetleg az iskolában nem tudtak, vagy nem akartak megtanulni. Hát ez egy példa arra, hogy mit is jelent a közösségépítés. De a mi országunkban is, megint csak a képviselőtársa mutat már, a mi országunkban is számos ilyen közösség volt, ezrével, tízezrével. Olyan közösségek, amelyek életbe tartották, sokszor bizony a politikai elitnek, sokszor bizony a rossz kormányzás ellenére is életbe tartották ezt az országot. A két háború között, a trianoni tragédia után, tegnap előtt emlékeztünk erre a tragédiára és a nemzeti összetartozásra, ezek a közösségek voltak azok, akik éltették a magyar nemzetet, és ezeket egy tolvonással 1948-ban betiltották. A Kék Kereszt Egyesületet is betiltották, pedig ezek nélkül nincs jövője egy országnak. És hogy mondjam azt, hogy ezeknek a közösségeknek a gyökere minél mélyebben van, mert ezt is megértük, 1989-re alapult ugye újjá Kék Kereszt Egyesület, egy Balogh Zoltán nevezető lelkipásztornak a munkálkodása folytán, aki nem én voltam. Azt is megértük, abban a 89-es így mondják ezt, hogy boomban, vagy nagy divatban, hogy több tízezrével alakultak az egyesületek. Meg lehet nézni azt az egyesületi regisztert, hogy hol vannak ezek a közösségek, vagy papíron léteznek, vagy már papíron se. Megint a munkából mondjak egy kis részletet, hogy ezeknek az egyesületeknek a nyilvántartása, meg az adózása, meg hogy valóban törvényesen működnek-e, mindig azt mutatja ez a vizsgálat, hogy több tízezer halott egyesület van, egy papíron még létezik, de már oda se jutottak el, hogy tisztességesen megszűnjenek, pedig már semmifajta tevékenység nincs, mert jó szándékúak voltak az emberek, akartak valamit, de tegnap már egy kicsit mást akartak, aztán holnap megint mást akartak, aztán abba hagyták, elkezdtek valami mást, aminek, de akár gondolhatunk itt a politikai pártokra, vagy a politikai szövetségekre, hol vannak, már emlékeznek a 1990-es nagy választások idején, akik ott elindultak és akartak valamit, aztán talán már papíron sem léteznek. Miért? Mert nem volt mély gyökerük. Minél mélyebb a gyökér, annál biztosabb, hogy erős lesz az a fa, és valóban jó termést fog hozni, és ezért mondom azt most megint a politikusnak a szemszögéből, hogy a Kék Kereszt mozgalomnak és minden olyan egyesületnek, amelyiknek spirituális, lelki, hogy nem mondjam, isteni, transzcendens gyökere van, azok az igazán tartósak, és azok, amelyek igazán felmaradnak, azok a legstabilabbak. Amik valami olyan közös hitre épülnek, aminek az alapja az nem bennünk van, hanem rajtunk kívül, és erről volt szó az állítatban, és ez bizony Magyarországon, hogy mondjam, hogy ebben
ebben azért élen járunk, sok mindenben élen járunk, sok mindenben hátul kullogunk, de volt egy olyan csodálatos professzor asszony, aki az egész életművét annak szentelte, Kopp Máriának hívták, egy súlyos családi háttérből jött, egy nagypolgári családba, akik kitelepítettek, megaláztak és kiraboltak, el akarták pusztítani ezt a társadalmi réteget, ez az erős polgári középosztály, és bizony a saját erejével, a tanulásával egy világhírű tudóssá vált, néhány évvel sajnos elment közülünk. Ő volt az, aki a legtudományosabb módon bebizonyította azt, hogy minden államnak, még az ateista államnak is érdeke, hogy minél több hívő ember legyen abban az országban. És hogy minél több hívő közösség legyen azért, mert ő így fogalmazta, ezt a vallásos emberek, azok sokkal megbízhatóbb tagjai egy társadalomnak. Tehát egy államnak, egy kormánynak ez jól felfogott érdeke, még ha ő másképp hisz, meg másképp gondolja is, hogy azok a hívő vallásos közösségek, akár egyházi, akár egyesületi formában erősek legyenek, amik ott élnek az ő területén, mert, és ebből ő pontosan kimutatta számszerű adatokkal. Kevesebb gyógyszerfogy, kevesebb a támpéz, jobb a munkamorál, jobbak az iskolák, jobbak a tanulmányi eredmények, kevesebb a válás, kevesebb a tönkrement házasság, kevesebb a szülő-gyermek konfliktus, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Így szokták ezt mondani, hogy hasznos tagjai a társadalomnak, de tudnunk kell, hogy emögött vagy ez alatt ott van ez a gyökérzet. Ott van ez a gyökérzet, ezért elemi érdeke minden normális kormánynak, hogy ezeket a fajta közösségeket támogassa és erősítse. Először az, hogy engedje, aztán valóban támogassa, sőt, még azt is mondanám, és ebből a szempontból Magyarországon a Kék Kereszt Egyesület hangjára is szükség van, azt is mondanám, hogy odafigyeljen a kritikájukra. Mert ez egy régi történet, a parlamentben el szoktam mondani, de nagyon jól kifejezi a dolog lényegét, és pont egy Szabolcs Szatmár Bereg megyei képviselő mondta ezt ilyen találóan, amikor az ellenzékből egy kedves ifjú hölgy, aki a Nagykörúton belül él, szokott bennünket bírálni, hogy ő járja az országot, és azt látja, hogy a földeken ez van, meg az van, meg így a mezőgazdaság, és hát most is járta az országot, és akkor van egy képviselő társadalom, most államtitkár, aki azt szokta, hogy képviselő azt, hogy lehet, hogy ő járja az országot, mi meg élünk benne. Azért ez egy nagy különbség, hogy az ember járja az országot, vagy él benne. Na most önök, ti, ha szabad így mondani, ti benne éltek. És ez nagyon fontos a politikának és a politikusnak, hogy azoknak a szavát meghallja, akik benne élnek, akik onnan jönnek, és ott is maradnak, mert itt lehet látni, hogy hol nagy a baj, és hogy hol van a segítség, és hogy milyen segítségre van szükség. Tehát azt mondanám, most már általánosan így hívják ezt, hogy a civil világ, a civil szervezetek, én nem nagyon szeretem ezt a szót, mert ugye a civilnek az ellentéte a katonai, de hát nem erről van szó, hanem arról, hogy a polgárok saját kezdeményezése, a saját akaratukból létrejött szervezetek, amelyeket éltetnek, amelyeket működtetnek valóban önkéntes alapon, nem azért, mert pénzt kapnak érte, nem azért vagyunk itt, mert napi díjat kapunk, ezért én se kapok most napi díjat, nem is igénylem természetesen, hanem azért vagyunk itt, mert van egy fontos ügyünk, amit képviselni akarunk. És itt meg kell hallani a hangot, és Magyarországon alkohol ügyben azért lenne egy-két dolog, amit ennek a kormánynak nyugodtan el lehetne mondani. Most nem merészkednék tovább, de mégiscsak itt van a sajtó, de tehát a szabad pálinkafőzésén való küzdelemben azért más szempontok is vannak, mint a szabad pálinkafőzés, azok is szempontok, amiket úgy fogalmaznék meg, hogy népegészségű szempontok. Most én nem a vallás meg a hit felől közelítenék, afelől közelítenék, hogy is néz ez ki népegészségügyileg. Mint ahogyan egyébként a sok vita a nemzeti dohányboltokról, lehet itt sok minden mondani, hogy ilyen mutyi, meg olyan mutyi, de azért mégiscsak arról van szó, és ezek megbízható statisztikák, hogy Magyarországon 20%-kal csökkent a dohányzásnak, a dohányzóknak a száma. És ha abból indulunk ki, mert Magyarországon vagyunk, ráadásul közel van az ukrán határ, hogy ebből ennek legalább a fele most már feketén dohányzik, de a másik fele, ezt is mérni lehet ma már, a feketeséget, a szürke gazdaságot, a másik fele az mégis úgy gondolta, hogy a fene egye meg ezt a szemét kormányt, ha nem engedik, hogy éjjel-nappal mindenütt cigit tudjak venni, akkor inkább nem cigizek. Ezeknek én cigizek? Nem cigizek. Nagyon helyes. Így lehet ellenzékiként is az embernek tenni a gúzulásáért.
de az, hogy ez úgy jelentkezik az életnek abban a szövetében, ahol az emberek, a családok élik az életüket, ennek a visszajelzése a kormány felé, ha kell kritikusan is, ez a civil szervezeteknek a feladata, meg az egyházaknak a feladata. Hogy mondjak egy példát, ugye, ami nem baloldali kormány vagyunk, bár szerintem több baloldali intézkedést valósítottunk meg, mint bármelyik baloldali kormány az elmúlt 25 évben, de most ez tényleg már talán a pártpolitika, de hogy mondjam azt, hogy a számomra az első Orbán kormány alatt az egyik legérdekesebb dolog volt, amikor a szakszervezetek, amik azért nem jobboldali, meg nem jobbközép intézmények, a szakszervezetek és az egyházak együtt szólaltak fel egy ügyben. Tudjátok, hogy melyik ügy volt az? A vasárnapi munkavégzésnek az ügye. Teljesen más szempontból, szakszervezeti szempontból, munkavédelmi szempontból, ők úgy gondolták, hogy az üzletek vasárnapi nyitvatartása totálisan, 24 órában, ez a munkavállalóknak a jogait sérti. A vallási intézmények, az egyházak meg úgy gondolták, hogy a vasárnapnak a megszentelését sérti. Két teljesen különböző szempontból összetalálkoztak, és azt mondták, és egy picit jobban állunk, mint álltunk az elmúlt 10 évben, itt még jobban kéne állunk, hogy az nem lehet, hogy Magyarországon ne szóljon másról, azért alig értünk ide időben, mert mindenki ment a nyíregyházi, nem tudom milyen piac van ott a... Hogy hívják? KGST, nem tudom ismerik-e még ezt a szót, hogy KGST, Kölcsönözgazdasági Segítség Tanácsa, ha jól emlékszem még, mindenki ment a KGST piacra, ott az autósorok meg az embersorok mentek, most szombat van, de mondom, ha vasárnap nyitva lenne, akkor vasárnap is mennék. Ugye nem arról van szó, ráadásul nyitva is van, nem arról van szó, hogy mindenkinek kötelező legyen templomba járni, bár szerintem az egy nem rossz foglalkozás, vagy nem rossz szabadidő eltöltés, de arról, hogy ne adjunk esélyt a magyar családoknak arra, hogy legyen egy olyan nap, amikor nem lehet vásárolni, és netán elgondolkodnak rajta, hogy akkor mi a felét csináljunk. Ha vásárolni nem lehet, a gyerekkel nem lehet elmenni a plázába, hát akkor lehet, hogy szóba kéne állni egymással. A feleségemmel váltani néhány szót, a férjemmel, a gyerekemmel, az édesapámmal, a nagypapával, esetleg őt is meg lehet látogatni azon otthonban, ahol elhelyeztük, és így tovább, és így tovább. Tehát látjuk azt, hogy van társadalompolitika, ami számos ponton találkozik azzal, amit mi hívő keresztény meggyőződésből jónak tartunk, meg rossznak tartunk. És ezt nekünk elmondani kötelességünk. Most a kék kereszt oldaláról fogalmazok, kötelességünk, mert egyébként honnan tudnák a politikusaim, és azt várhatjuk tőlük, hogy figyeljenek erre oda, hallják ezt meg, és így alakítsák a politikájukat. És a másik ilyen nagy pont, ha szabad azért mégis még egy konkrét példát is mondanom ebben az ügyben, ami a legfontosabb talán, ez a családpolitika. És a családpolitikában mi egy olyan vonalra léptünk a magyar kormány, életmentés és lélekmentés, ez Magyarországnak az életmentése, hogy az az állapot, amit 2010-ben örököltünk, majd itt Vinnai Győző kijavít, mert a számokat ő jobban tudja, mégiscsak tanárember, 1,3 millió ember fizetett adót ebben az országban. Képzeljék ezt el! 10 millió embernek az államát úgy kellett finanszírozni, hogy 1,3 millió ember fizetett be. Most, 4 év után 4 millió forint felett. Már majdnem minden második magyar ember adót fizet. Ez azt jelenti, hogy ha nem tesszük munka alapúvá Magyarországot, akkor nincs jövője ennek az országnak. Akkor úgy járunk, mint Görögország járt, ma ott voltunk a határán ennek a dolognak. Na most, amikor azt mondjuk, hogy munka alapú társadalom, amikor azt mondjuk, hogy munkából és termelő munkából kell megélni, és nem a tőzsdéből, meg minden más spekulatív jövedelemből, akkor azt szeretnénk, ha a lehető legtöbb család egyszerre dolgozna, és jön a másik nagy problémája Magyarországnak. Magyarországon 1982 óta, számolják, hogy ez hány évtized, 1982 óta sokkal kevesebb gyerek születik, mint ahányan meghalnak. Fogyunk. Ha nem lenne Kárpátaljáról, Erdélyből egy kis betelepülés, kicsi vagy nagy, ezt mindenki döntse el maga, akkor Magyarország, most már amúgy is 10 millió alatt vagyunk, akkor már 9 millió alatt lennék. Ez a másik nagy gondja Magyarországnak. Most ezt a két dolgot összehozni, hogy gyermeket szül, gyermeket nevel és dolgozik, ez egy nagyon nehéz dolog. Mi próbáljuk ezt nagyon komolyan adókedvezményekkel biztosítani, erősíteni. Próbáljuk, talán hallották ezeket, hogy rugalmas gyerek. Próbáljuk elérni azt, hogy Kopp Mária kutatásai, aki elvégezte azt a kutatást, hogy Magyarországon van az a helyzet, Európában egyedülálló, minden fiatal család egy gyermekkel többet szeretne, mint amennyit vállal.
miért nem születik meg az a gyerek? Mert nem olyan az adópolitika, mert vannak ilyen mondatok még mindig, hogy gyerekvállalás a szegénységi kockázat, és akkor ha nem születik meg a második gyerek, vagy a harmadik, lehet, hogy már az első sem, a kormánynak az a kötelessége, hogy egyszerre ezt a kettőt, a gyerekvállalást, meg a munkát erősítse, ezért van a családi adókedvezmény, ezért nem a szociális segélyt emeljük, hanem a munkában járulnak, és most már az alsó középosztályra is kiterjesztve, nem akarok túl messze menni ebbe az ügybe, de itt most jelentkezik egy olyan konfliktus. Azt pontosan tudjuk, hogy milyen az, amikor az édesanyja is, meg az édesapa is dolgozik, és egyébként 3-4 gyerek van otthon. És mondjuk még nagyszülők sincsenek. Olyan konfliktusok jelentkeznek, amit azért lelki problémák jelentkeznek, amik mentális természetűek, hogy akkor mégiscsak hogy tud működni a családi élet. A hétvége az még fontosabb lesz a vasárnapnak a megtartása a családok számára, tehát a családpolitikában. Ezek fontos intézkedések, amikor a gazdaság felől közelítünk, amikor a népesedés felől közelítünk, amikor a magyarság fogyása felől közelítünk, de legalább olyan fontos, hogy a családok lelki állapota felől is megnézzük azt, hogy mit eredményeznek ezek az intézkedések. Megint olyan visszajelzések, amiket az ilyen társadalmi civil szervezetek tehetnek meg, mint például a Kék Kereszt Egyesület. És aztán a másik az, hogy amikor a Kék Kereszt Egyesületet talán el tudjuk egy kicsit úgy képzelni ezeket a gyógyító közösségeket, hogy mint amikor valaki, én még dolgoztam futószalag mellett a Diósgyőri gépgyárba, aki dolgozott, az tudja, hogy jönnek a munkadarabok, és akkor meg kell nézni és alakítani kell, és a selejtet kiteszi az ember. És amikor már a 100-ból már 85 selejt, akkor oda megy a futószalag el, és mondja, hogy ti mit csináltok itt, hogy folyamatosan selejtet produkálunk. Na, a társadalomban is így van. Amikor a krízis helyzetek úgy megnövekednek, akkor már kevés az, hogy egy gyógyító közösség megpróbál segíteni itt-ott, amott elmegy az addiktológiai osztályra, elmegy az elvonulóba, megszólítja azokat az embereket, akkor valakinek azt kell mondani, hogy de nézzük már futószalag elejére, hogy miért van annyi csődbe jutott életnek, csődbe jutott helyzet, és ez bizony már politikai kérdés, és valakinek ezt is el kell mondani, akik ott a futószalag elején állnak, és a műtárgyakkal foglalkoznak, elnézést, hogy ezt hasonlította az embereket, de mégiscsak erről van szó. És ezekben az ügyekben pedig az előrelépés az, hogy a visszacsatolás, most már, hogy önök mit várhatnak tőlük, hogy mondjam azt, hogy mi meg, mint kormány mit várhatunk. Az, hogy, ami Magyarországon sajnos egy nehéz ügy, az, hogy bízzanak abba, hogy jót akarunk. Ez látszólag egy egyszerű dolog, de Magyarország nagyon nehéz dolog. A magyar államban, bocsánat, évszázadok óta nem lehet megbízni. Nagyon rövid időszakok vannak, amikor azt érezhetjük, hogy ez a mi államunk. És ez nekünk jót akar. Hát a szocializmus 40 évig úgy éltünk, hogy ezek ott biztos valami rosszat akarnak, a lényeg az, hogy ezt el kell kerülni. A közvagyon azt jelenti, hogy ez mindenki, nyugodtan haza lehet vinni. Ismerik azt a kis rajzot, ugye, amikor ott van a sóder a ház előtt, és hogy nehogy ellopják, ráírja, hogy ez maszek. Ja, akkor nem nyúlunk hozzá, de ha mindenkié, akkor nyilván el. Tehát az a bizalom az állam iránt, hogy amikor ők intézkedéseket mondanak, lehet, hogy hibáznak, de alapvetően jót akarnak, és ebben segíteni. És itt konkrét dolgokat mondok, a népegészségügyi programjuk, a szülővizsgálati programjaik. Ilyen széles szülővizsgálati lehetőség Magyarországon nőknek és férfiaknak még soha nem volt. Ezt részben az Európai Unió finanszírozza, és tudják, hogy mi a tragédia? Ott van és nem veszik igénybe. Mert nem értik meg az ember. Miért menjek én? Én emlékszem, mikor a cigány barátaimmal dolgoztam a Diósgyőri gépgyárban, és védőoltást akartak adni az influenza ellen, és akkor mondták nekem, hogy hát nehogy oda menjél. Mondom, miért? Azt mondja, figyelj, ezt azért adják, hogy gyorsabban dolgozzál. Ez az egészséges bizalmatlanság határozza meg a magyar munkavállalónak a hangulatát. Védőoltásrendszer, új védőoltásokat hoztunk be. Tehát ennek az igénybevétele, ez egy nagyon fontos dolog. Vagy amikor azt látják, hogy a gyerek étkeztetéssel gondok vannak, mert olyan előírásaink vannak, hogy azoknak adunk pénzt, hogy a önkormányzatoknak, hogy konyhákat működtessenek, akik vállalják azt, hogy 30 kilométeres körzetből szerzik be a nyersanyagot a konyhára. Tudják, hogy mit kaptam ezért a múlt héten a parlamentben? Hogy lehet ilyen embertelen intézkedést hozni. De mi volt az alternatíva? Volt egy nagy, most nem mondom a nevét, mert az negatív reklámhelye lenne, Juniornak hívják egyébként, egy ilyen nagy közétkeztető vállalat, aki a Tesco-ban megvette a szemetet,
azt a hústani, meg nem látott disznót sosem, meg minden mást, abból ott valamit csináltak, és kihorták a heves megyei kis falvakba, és abból etették az óvodásokat, az iskolásokat, meg az időseket, miközben ott voltak a főzőasszonyok munkanélkül, akik meg tudnák főzni a helyi étket, a helyi termékekből, amik ott vannak a kertekben, és meg lehetne vásárolni, és akkor lenne egy helyi konyha, és akkor a gyerekeink egészséges dolgokat ennének. És nézzék meg, tele vannak az újságok azzal, hogy a Balogh miniszter megtiltotta a sótartót a menzákon. Egyébként így van. Egyébként így van, mert olyan mennyiségbe fogyaszt sót a magyar társadalom, hogy ebből rengeteg egészségi probléma származik. És úgy gondoljuk, hogy ezt egyszerűen megsózták, a szakácsot rendesen, ezt elérmésztük, akkor már nem kell, hogy sózza a gyerek, tehát a sótartó el van zárva a menzákba, mert egy ilyen félfasiszta miniszter ilyen rendelkezéseket hoz. És itt ezt azért mondom, nem azért, hogy próbálja magam ilyen szimpátiát ébreszteni, bízom benne, hogy olyan nagy szükség most itt nincsen, hanem hogy értsék azt, hogy ha érdemes mindig belegondolni, miért is van az intézet, mi annak az értelme? És ha önök, akik tudatosan élik az életüket, ezt segítenek elmagyarázni a másoknak, a többieknek. De figyelj már, ez azért van, tudod, mert ez a te érdekedben így és így, és ez nem azért van, mert nem tudom én, a sót azt valami baloldali szervezet szállít és tökre akarjuk tenni, hanem azért azt szeretnék, hogy egészségesebbek legyenek az emberek. Tehát ez a fajta visszacsatolás, hogy segítünk abban, hogy megértessük, hogy mi miért van az életben és mire kell vigyázni, ez legalább olyan fontos. A kritika jelzése, és aztán amikor valami megértünk abból, hogy miért hozta a kormány ezt a döntést, akkor azt tovább vigyük. És számos ilyen dolgot tudnék még mondani, de a befejezetben nagyon elszaladt az idő. De a vége azért mégiscsak az, mint az eleje. Az emberek nélkül nem megy. Bármilyen okos a miniszterelnök, bármilyen fantasztikus miniszterek vannak, az emberek nélkül nem megy. Tehát ha nem lesznek olyan erős közösségek Magyarországon, akikre lehet építeni, akikre lehet alapozni, akkor ezek a dolgok sikertelensége vannak ítélve. Úgyhogy azzal fejezném, hogy milyen jó, hogy van kék kereszt.